A sertrőjóhelyi római katolikus Szent István király templom padjai sem maradtak üresek, a hívek megtöltötték azokat az ökumenikus imahét utolsó alkalmával. Ez alkalommal a közös imádságok mellett Kádár Ferenc református lelkipásztor a keleti bölcsek történetének utolsó igeversét, Máté evangéliumának második részének 12. versét használta alapigének, melyet a közel-keleti egyházak tanácsa választott a hét zárásaként. Ennek a történetnek a lényeg az emberek útválasztása, mondta lelkipásztor. Isten kijelentette álmukban a keleti bölcseknek, hogy más úton térjenek haza, ne Heródes felé menjenek haza. És egy kicsit, ha ránézünk a térképre, akkor azt látjuk, hogy ez a más út, ez majdnem ugyanolyan volt földrajzilag, mint az idevezető út, egy kivétellel, hogy idevezető úton tettek egy kitérőt, Heródes palotájában, de a visszavezető úton elkerülték Heródest. És én ebben kaptam meg azt az üzenetet magamra nézve is, és a hívekre nézve is, hogy ne a heródesi parancsnak vagy kérésnek engedjünk az életünkben, hanem az Isten parancsának. Ne a világ szabja meg, hogy mit teszünk, mert a világ az gyűlölködik, az gyilkos szándékú sokszor, hanem Isten igéje szabja meg az utunkat, amely élet és békesség. Lóczi Tamás római katolikus esperesnek sok pozitív tapasztalata van ezzel az eseménnyel kapcsolatban, hiszen itt lehetőségük van az egy városban szolgálóknak jobban megismerni egymást. Az ökumenikus imahét alkalmával a hit megerősítése is lehetőség, hiszen ezeken a napokon az egész világon egy célért imádkoznak a keresztények. Nagyon örülünk annak, hogy amikor bemegyünk így egy templomba, akármilyennyien is vagyunk, tudjuk, hogy az egész világon ezen a héten ugyanezért a célért imádkoznak a keresztények. Tehát jó tudni azt a háttértudatot, hogy itt mögöttünk milliók és milliárdok vannak, akik ugyanígy gondolkodnak, hogy az a Jézus Krisztus, aki annak idején a világot megváltotta, és a szeretetével, irgalmával annyi embert megérintett már a történelemben, őt szeretnénk szívvel, lélekkel követni. És ezért fáj nekünk a megosztottság, és ezért dolgozunk ezen a megosztottságon, hogy ez megszűnjék, hogy Jézus akarata szerint valóban egy akkor legyünk és egy nyáj. A zárónap alkalmával a római katolikus Szent István király temploma megtelt hívekkel, akik szívvel, lélekkel imádkoztak az elszakadt egyházakért.